Kellemes estét kívánok mindenkinek, 6-ot ütött az óra, ez pedig azt jelenti, hogy elérkezett 10 perc című műsorunk. A mai adásunkban egy olyan fiatalember a vendégem, aki többek között a Mátrában is, hát rengeteg helyen hagyta már ott a lábnyomát. Egy túravezetőről van szó, méghozzá Demets Norbiról. Szia, jó estét kívánok! Szia, jó estét, köszöntöm a kedves nézőket is! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát kezdjük is a leges-leges legelején. Hogyan kell téged elképzelni kis Norbiként? Hogyan kerültél közel a természethez, esetleg a szüleiden keresztül már kialakult ez a természet szeretet nálad, vagy hogyan jött ez egyáltalán, hogy te szeretsz kirándulni? Hát az, aki követ engem az interneten, vagy bárhol, annak ez már nagyon új, nem lesz túl újdonság, de én már 2 hetes korom óta egyébként kint vagyok itt a Mátrában és a természetben, ugyanis nekem a gyökereimet úgy kell elképzelni, hogy édesanyám és édesapám itt a Mátrában került szoros kapcsolatba, és onnantól kezdve őrizték ezt a hagyományt, hogy minden évben visszajártak ide a Mátrába, Parádfürdőre, az Ironavölgybe, mert ott voltak ilyen gyerektáborok az ő fiatalkorukban, és utána, hogy megszülettem én, már rögtön hoztak engem is ide. És akkor onnan, mint a dominó, ahogy dől, úgy következtek az én dolgaim is. Gondolom, erre 2 hetesen még nem emlékeztél, nem. Hogy ott voltál, de akkor fényképek biztosan bizonyítják, így van, hogy vannak, te már vannak akkor is fényképek, egy ilyen undorító lilaszínű overallba vagyok lefényképe, ez az első mátrai fotómon, úgyhogy ezt nem nagyon szoktam mutogatni, de az emlékek megvannak a fotókon. Biztos csinos lehettél, én biztos gyönyörű vagyok benne egyébként. Mikor vált ez számodra komolyá egyébként, amikor már elkezdtél hivatásszerűen foglalkozni? Igazából olyan 10 éves koromtól kezdődően apa folyamatosan noszogatott azzal, hogy csináljak egy weboldal, csináljak egy honlapot magamnak, ahova fel tudom tölteni ezeket a túrán készült képeket, és hát akkor még dacosan a kamasz lázadó korszakban a fenének volt ebben kedve foglalkozni, de elég hamar jött ez egyébként, tehát 11-12 éves koromtól kezdődően már, amikor egy mátrai történettel befutottam egy nagy ilyen történetíró pályázaton, akkor létesítettem magamnak egy ilyen kisebb Mátra oldalt, és akkor onnantól kezdve, ilyen 11-12 éves koromtól kezdődően ez már hobbi szinten elindult, és 15 éves korom óta vezetek túrákat. Az igen. A fiatalokról szerintem el lehet mondani, mert nem akarom magamat öregíteni, hogy egyébként ez a túrázás, ez, nem tudom másképp fogalmazni, nem volt túl menő dolog nálunk például az iskolában. Te amikor ezt csináltad, akkor nálatok menőnek számított? Tehát sokan érdeklődtek, a barátaid mentek esetleg veled? Érdeklődők mindig voltak, meg ígéretek mindig voltak, volt is, aki eljött, de igazából tehát nincsenek a mai fiatalok hozzászokva egy olyan jellegű erőléthez, egy olyan jellegű erőpróbához, ami egy ilyen túra alkalmával ugye felvetődik. Nagyon sok mozgást igényel, nagyon sok fizikai előkészültséget, felkészültséget igényel a túrázás, és azért úgy mindenki szépen elmaradt ebből a korosztályból, de igazából mindenki egy nagy tiszteletet mutat ez iránt, a szakma iránt, amiben én belekerültem, és amilyen lelkesedéssel, meg amilyen elhivatottsággal sokszor már őrült módon csinálom. Említetted, hogy 15 évesen vezetted az első túrát. Emlékszel még rá egyébként, hogy hogyan sikerült? Igen. Igazából az volt egy ilyen döntő dolog, hogy most, ha ez jól sikerül, akkor lesz folytatása, ha nem sikerül jól, vagy nem lesz nagy visszajelzés, vagy pozitív visszajelzés, akkor pedig nem lesz folytatása, tehát egy ilyen próbaszerű volt, és azok a vendégek, akik az első túrán megjelentek, ez Gajatetőn volt, emlékszem, hogy a kilátótól indult át Fallóskútra, azok szinte a mai napig is vegyesen, de megjelennek a túrákon. Tehát már akkor sikerült egy olyan tábort kialakítani, akikből már több százan vannak, akik folyamatosan visszatérő vendégek. Ezek szerint akkor téged már 15 évesen is ilyen komolyan vettek téged? Igen, először azért voltak, és a mai napig is, még így 21 évesen is mindig vannak kételyek, hogy na vajon a fiatal gyerek mit fog tudni csinálni, de igazából mindenki utána oda jön a végén, aki először volt, vagy aki kételkedett, és bevallja, hogy ilyen komoly programot még igazán nagy túravezetőktől is ritkán kap az ember. És igazából én ezzel mindig csodálkozok, hogy hát miért tetszik nekik ennyire, vagy miért mondják ezeket a dolgokat, és utána mondják azok az emberek, akik kívülállóként tekintenek erre, hogy mennyi munka van e mögött, és látják, hogy mennyi szeretet van e mögött, és sokan egyébként, amikor a túrázásról beszélünk, nem is tudják elképzelni, hogy egy ilyen program mögött, akár az én programomban, akár más programjában, aki ezt lelkesen csinálja, hogy mennyi munka van, mennyi háttér van benne, mennyi felkészülést igényel egy túrának az összeállítása, kitalálása, hirdetése, levezetése, tehát eddig nem volt balesetünk, hála Istennek, nem volt semmi olyan atrocitás, ami,
ami komolyabb lett volna, úgyhogy emögött van az a tartalom, amit sokan nem is látnak. Na hát erről majd fogunk beszélgetni, hiszen egy következő alkalommal majd a túrázásokról fogunk Norbival beszélni. De most mondd el, hogy miért szereted ezt csinálni? Mi a jó benne, hogy te elmész, világot látsz, megmutatod ezt a világot az embereknek? Mi a igazából ugye, ha csak itt a Mátra térségére gondolunk, akkor ez egy klimatikus gyógyhely, ez a levegő gyógyító hatással van mondjuk az idegkimerültségre, stb. És szokták kérdezni, hogy miért vagyok mindig olyan mosolygós, miért vagyok mindig olyan kiegyensúlyozott? Hát mondom, mert nekem ez az irodám, nekem ez a munkahelyem. És igazából magából abból adódó, hogy kint a természetben, egy gyönyörű környezetben tényleg azt csinálni, amit az ember szeret, megmutatni a növényeket, elmesélni a legendákat, megmutatni a hegyvonulatokat, táplálkozni azokból a történetekből, amit apáiktól és az ő baráti társaságából gyűjtöttem össze még a kiskoromban a közös túráinkról. Úgyhogy ezeket mind-mind jó átadni az embereknek, és igazából egy picikét egy olyan más világot megmutatni az erdőből, meg úgy az egész hegyi, illetve ebből az outdoor környezetből, ami nem olyan hétköznapi. Én még azt szoktam mondani, hogy ezek a napok, ilyen túranapok, vagy itt kint a természetben azok a kis fénylámpások, amiket el lehet vinni magunkkal, és utána a szürke hétköznapokon ott éghet nekünk valahol, vagy bent a szívünkbe, vagy bárhol, ahol ezt elképzeljük. Hogyan férnek bele ezek a túrák a te mindennapjaidba? Hogyan telik egy átlagos napod? Hát igazából nagyon sok ez a háttér szervezés, hétköznaponként, főleg nyári időszakban, ilyenkor télen kevesebben miatt, a nagy hó miatt kevesebben mernek útnak indulni, de főleg tavasztól az ősz az egy kiemelkedő időszak ilyenkor. Zajlanak az úgynevezett privát túrák, vagy megrendelésre történő exkluzív túrák, ahol kimondottan családok, kisebb baráti társaságok vesznek részt, mert ők úgy gondolják, hogy nem szeretnének egy csoporttal vegyülni, nem szeretnék, hogyha idegenek lennének ott, de viszont ugyanazt a szolgáltatást szeretnék igénybe venni, amit egy nyílt túra alkalmával megkaphatnak. Általában így telnek a hétköznapok, terepbejárásokkal, helyszínbejárásokkal, tehát egy jó túravezető, én úgy gondolom, hogy csak úgy indíthat útnak egy túrát, hogyha ő azt előtte kimondotta, jól ismeri, tájékozódik arról, hogy nincs olyan akadály az útvonalon, ami akadályozhatja vagy megmásíthatja ezt a programot. Tehát ezek is benne vannak a hétköznapokban, és általában péntek, szombat, vasárnap pedig ugye a nyílt túráknak van a helye péntek éjszakától kezdve egész hétvégén, ünnepnapokon, de ezt ugye mindenki láthatja, aki követi a munkásságomat, és hát szerencsére nagyon sokan érkeznek olyanok is, akik külön megrendelésre jönnek túrázni messziről, Alföldről, volt, akik az Egyesült Államokból érkeztek már, de egyre több a más vidékekre való megkeresés is, tehát Bükk, Börzsöny, stb. És közben aktív vagy a közösségi oldalakon, ugye csináld az I Love Mátra oldalát például a Facebookon, de hát iskolába is jársz és idegenvezetőnek tanulsz. Mik a tervek, mik a célok? Hát ez egy kis meglepetés egyébként a jövőre való tekintettel, de a következő hónapban, februárban már remélhetőleg megkaphatják az első szeletét a követőim, illetve a túrázóim, vendégeim abból, amit majd 2009-nek a második felére tervezek. 2019? Én 9-et mondtam, 2019, mondani. Nem, a 9-es van benne, tehát amit 2019-nek a második felére tervezek, és szerintem azért is volt ez a 2009 benne, mert hogy 2009 környékén indult el egyébként igazából nekem ez a hivatásszerű, először még barátokat, túráztatás utána meg a nyílt csoportokat, tehát 2019 második felétől valami teljesen új fog következni, de ennek az újdonságnak már bizonyos szeletei folyamatosan szépen ilyen kis piramisként felépítve kerülnek majd terítékre a követőink, illetve a vendégeink számára. Hogyan látod magad mondjuk 10 év múlva? Hát remélhetőleg, hogy egy olyan emberként, aki még többet tud adni másoknak, mind szeretet szempontjából, mind egy jó program szempontjából, mind új ismeretek szempontjából. Igazából nagyon sok tervem van, de amíg azok nem fixek, addig nem szeretnék igazából semmit elárulni. Szeretnék majd foglalkozni egyébként pszichológiával, szeretnék foglalkozni ilyen coach jellegű programoknak az összeállításával, hasonlóval, mint amit Ollédézivel fogunk majd az idén nyáron csinálni, rengeteg ilyen meditációs programokat, kicsit másképpen egyébként, de valamilyen hasonló jellegű, ilyen átszellemülős, túrázós, természetjárós
kint lévős programokat szeretnék majd én mindenképpen preferálni, de fognak majd autóbuszos programjaink is indulni. A Mátra Jövője Turisztika Egyesületvel, illetve külön Kápolnai Nagy Ágnessel, akinek egy ilyen szintén egy ilyen új program sorozata kerül majd terítékre, úgyhogy vele is szorosan együtt dolgozunk, de rengeteg szolgáltató van itt a Mátrában, és akikkel folyamatos az együttműködés. Úgyhogy én úgy látom magamat, mint aki minden nap megy, de az embereknek minden nap tud valami újat mutatni, valami szépet, valami egyedit, különlegeset. Nagyjából már válaszoltál a következő kérdésemre, de azért mégis megkérdezném, hogy az, aki esetleg otthon ül, nézi ezt az adást, és úgy van vele, hogy na majd holnap tényleg fölmegyek, már egy kicsit túrázok, de aztán mindig valami közbe szól, hogy átázik a cipőm, hideg van, nincs kedvem elindulni, fáradt vagyok. Mi az mondjuk az egy mondat, amit mondanám, miért érdemes mégis útnak indulni? Mert a természet mindenre gyógyír. És ez szerintem egy tökéletes végszó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, és hát hamarosan folytatjuk. Túrázási szabályokról, javaslatokról, tapasztalatokról fogunk beszélgetni Norbival. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm várunk én vissza. Is. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Következik majd holnap is a 10 perc című műsorunk. Tartsanak majd akkor is velünk. Viszontlátásra, jó éjszakát!